Egész nyáron dolgoznak a szekszárdi közétkeztetési KFT munkatársai, ilyenkor ugyan jóval kevesebb adag készül naponta, mint a tanév során. Munka viszont bőven van. Ők látják el például a helyi nyugdíjas otthonokat is. Évközben 3000 főre főzünk ezen a konyhán, most ez 600 fő, akiknek most is szolgáltatunk. Hát ennek a döntő része ugye az idősek otthon, a szocközpont, az ottani éthordósok, akik onnan viszik az ételt. Az élelmiszerek drasztikus drágulása itt is komoly gondot okoz, bár nem régen már kénytelenek voltak emelni az árakat, még mindig nem térült meg a befektetett pénz. Minket nem védenek ezek az ársapkák sem, úgyhogy nálunk még inkább érzékelhető, tehát azok az árucikkek, amikre a lakosságnak limit van, hogy mennyire lehet adni, mi azokat rendes áron vesszük. Baj Attila azt mondja, a legnagyobb mértékben a pékárúra és a húsra fizetnek rá, például egy 10 óraira 95 forint áll rendelkezésükre, még annak a bekerülési költsége 110 forint.